Na helló, srácok! Ebben az epizódban arról fogok nektek beszélni, hogy miért nem használok master tempót, és egy picit beszélünk a sebességszabályzásról is, mert ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, ehhez bele kell látni abba is, hogy hogyan működik a sebességszabályzás. Ugye ezeken az eszközökön van ez a kis potméter, hogyha felfele tolod, lassít, ha felfele húzod, gyorsít, de mi ennek a működési elve. Először is nézzük meg, hogy hogyan lehet master tempó nélkül sebességet növelni. Ahhoz, hogy megértsük a master tempós sebességállítást, ahhoz először meg kell érteni a master tempó nélkülit. Most előveszem ezt a kis rögtönzött whiteboardot, két A4-es nyomtatópapír formájában. Rajzolok ide egy színusz hullámot, ami ugye így néz ki. Most tegyük föl, ez itt a hangunk. Ugye így megy a hanghullám szépen. Felső periódus, alsó, felső, alsó periódus. A sebességét ugye úgy lehet állítani a zenének, hogyha ezt a hullámot vagy megnyújtjuk, vagy összép húzzuk. Nyilván, ha összép húzzuk, akkor gyorsulni fog, mert hogy kevesebb idő alatt fog ez a periódus lezajlani. Ha pedig nyújtjuk, akkor pedig lassítjuk, mert hogy sokkal több idő alatt teszi meg az alsó és a felső félperiódust a hullám. Itt akkor beszélnünk kell arról, hogy a hangmagasság ugye attól függ, hogy ezek a periódusok, ezek milyen rövidek, illetve milyen hosszúk. Ugye a mély hangok azok nagy amplitúdóval rendelkeznek, a magas hangok pedig minél magasabb a frekvencia, ugye annál rövidebb lesz a színusz hullámunk. Ezáltal, ha felgyorsítjuk a zenénket, ugye összép toljuk a színusz hullámunkat, megemelkedik a hangmagasság. Ezért lesz nyávogós a zene, hogyha gyorsítasz a tempó, mert ugye nyomod össze a színuszt, ezáltal megemelkedik a hangmagasság, mert ugye összetoltuk a színuszt, kevesebb idő alatt fog a két fél periódus lezajlani. Ezt elkerülendő kitalálták annó, hogy csináljuk meg úgy a tempószabályzást, hogy ne változzon meg a hangmagasság. A Pioneer ezt úgy találta ki, ő ezt úgy éri el, hogy fogja. Most megint rajzolok ide egy színuszt, most csak egy periódikusan, így egy periódust rajzolok le. A Pioneer ezt úgy találta ki, hogy fogja, és kis darabokat kiszabdala a hullámból. Most csak random rajzoltam, ezeket a kis darabokat kiszedi, és a helyüket összetolja. Ezáltal maga a színusz jelalak marad ugyanaz, ugye nem lesz ott, mint itt, amikor összetoljuk, hogy ilyenné változik, ugye rövidebb. Maga a jelalak marad ugyanaz, csak apró darabok hiányoznak a színuszból. Ha pedig lassítani akarunk, akkor pedig azt csinálja, hogy bizonyos helyekről mintát vesz, és azt megduplázza. Innen is vesz egy mintát, és utána tolja. Innen is vesz egy mintát, és utána tolja. És ezt így szépen tovább, annak mértékében, hogy mekkora a tempóállítás mértéke. Na de, ez miért okoz néha problémát? Képzeljük el azt, hogy képzeljük egy dobnak a tranziensét, ugye valahogy így néz ki egy dobnak a ha egy dobot le akarná rajzolni, az valahogy így néz ki. Ugye itt üt egy nagyot a lábdob, és akkor van egy kis lecsengése. Na de mi van akkor, ha a master tempo úgymond algoritmusa pont innen vágja ki azt a részt, ugye hogyha lassítunk, innen kivág egy részt, és eltűnik a lábdob eleje. Vagy teszem azt, hogyha gyorsítunk, mi az Isten mozog itt hátul, hogyha gyorsítunk, vagy illetve ha lassítunk, akkor ide rak hozzá még egyet, és akkor olyan lesz, mintha dupla lábdob lenne, egy ilyen trrr, trrr, ilyen hangja lesz, és ráadásul
Most képzeld el azt, hogy két zenét összemixelsz, ugye itt a másik lábdob, te összehúzod tökéletesen, de nem mindegyik lábdob belépésnél fognak ugyanoda esni ezek a hangok, mert hogy ő vagy ide is hozzátesz egy kicsit, vagy innen elvesz, és majd később fog a lábdobnak csak ezen a részén szólni, ergo maga a dob eltűnik, már csak a lecsengését fogod hallani. És ez például mixelésnél rohadt zavaró tud lenni, mert azt is gondolhatnád, hogy eltűnik illetve hogy elcsúszik a két zene egymástól, de nem, tökéletesen megvan a beat matching, de sajnos mivel, hogy az algoritmus innen kivágott egy darabot, mert te annyi tempót állítottál, hogy onnan ki kellett vágni egy darabot, hogy gyorsítani tudjon, így eltűnt a lábdob. Vagy ha lassítasz, akkor kénytelen oda tenni még egy kis részt, hogy ugye az időt úgy tudja megnyújtani, hogy némely részeket duplázik. És most ide raktam ezt a lejátszót, hogy megmutassam nektek, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki. Nem kell semmi nagyra gondolni, csak kilúpoltam egy dob részletet. Hallatszódik, hogy tökéletesen megvan minden egyes lábdob eleje. De ha már egy kicsit belenyúlok, akkor már is elkezdett töredezni, még a basszusokon nem hallatszik, de a magas hangokon már igen. De amint elkezdek nagy mértékben belenyúlni a sebességben, ez hatványozódni fog, mert ugye annál több részt kell dupláznia. Itt már olyan, mintha csúszkálna, saját magához képest. És ha még jobban lassítok, na itt lehet a legjobban hallani, hogy hogyan töredezik a hang, ugye, mert rakosgatja hozzá a részeket. Halljátok? Ugye itt most még jobban kijön, mert nem egész százalékkal nem egész százalékkal lassítottam, hanem tört érték, így nem mindig az ütemekre jön ki a hang, illetve a vágás. De tökéletesen lehet hallani. Néha megduplázódnak a mélyek. Ha változtatok megint a tempón egy kicsit, akkor máshová fognak esni ezek a duplázások. Itt most például pont jól kijön. Ú, itt meg már szaladt is egyet. Most nézzük meg, mi van akkor, hogyha gyorsítok. Ugye ilyenkor, mikor lassítasz, akkor plusz részeket rak hozzá, hogy időt nyerje, hogy minél hosszabb legyen a periódus a színusz hullánnál. Ha gyorsítok, akkor pedig részeket szabdal ki belőle, és azokat az üres részeket egymáshoz húzza, ugye, hogy még kisebb legyen a színusz hullám, de ne nyújtsuk meg a frekvenciáját. Itt lehet majd észrevenni, hogy dobok eltűnnek. Itt is eltűnt egy... Halljátok itt? Keresek most olyan részt, ahol hangszer van benne, és ott meg még jobban előjön ez a dolog.
Halljátok, hogy többszörözi a hangokat? Itt meg már egyenesen minden ütem eltűnik. Itt meg már majdnem minden ütem eltűnik. Persze, ez most azért, mert nagyon nagy volt a tempóváltoztatás, hogy tudjam szemléltetni ezt a dolgot. Na és például engem ez a dolog rettenetesen zavar, hogy mixelek, és olyan, mintha csúszkálna, ezért egyfolytában igazgatni kell. Holott master tempó nélkül is lehet tök jól mixelni, sőt, még odaírta a hozzászóló, akinek ezt a videót csinálom, hogy mert hogy nyekereg. Nem nyekereg. Ha jókor változtass sebességet. Bírom, hogy fölfele tekerem, azt lassít, na mindegy. Az a lényeg, hogyha így akarsz mixelni master tempó nélkül, akkor mindig akkor kell lökni a tárcsát két ütem között. És akkor le lehet minimalizálni ezt a nyekergést, ha mindig két ütem között lököd, mert akkor nem hallatszik a nyávogás. Ennél a lejátszón ez annyira nem jön ki, de mondjuk egy 1000 MK3-nál már tökéletesen meg lehet csinálni, hogy annak sokkal gyorsabb a reakciója a jogtárcsára. Mert ugye ott nem rotary encoder van, hanem optokapus téma van, és ott tökéletesen használható, hogy ütemek között lököd a tárcsát, és akkor nincs ez a nyávogás. Cserébe visszakapod a jó minőséget, ugye, mert lássuk be, a master tempo az ront a minőségen, akárhogy is, de az, hogy kiszabdalunk a zenéből részeket, és hozzápakolunk pluszba olyan helyekre, ahova nem való igazándiból, én számomra az a minőségrontás, és ezért nem szeretem. Zongoránál kimondottan kijön, próbáljátok ki egy zongorás zenénél, ott totálisan kijön, ott úgy összetörik a hang, hogy az nem igaz. Funny boy, neked 1000 köszönet ezért a lemezért, mert ezzel is próbálgattam, ezen is tökéletesen kijön. Egy zongorás zenével kipróbáljátok, ott egyértelműen hangok tűnnek el, olyan tranziens kivágások vannak, hogy ember esze elmegy. Persze ettől függetlenül használható, jó, én nem szeretem, ezért nem használok master tempót. Zeneszerkesztőknél már megoldották ezt a témát, ott már nem ilyen elven működik ez a dolog, és ott nincs is ez a probléma, nem áll fönt ez a probléma. A Pajónál még így van megoldva, de mondom, 15 éve így megy, van, aki szereti használni, valaki nem, én nem szeretem. Ezt mindenképp el akartam nektek mesélni, hogy ezért nem használok master tempót. Na, srácok, jók legyetek, szegasztok!